Sziasztok, én Vicuska, középső unokája vagyok, és most ezt a gyönyörű március 15-i képet hoztam el nektek. Fogadjátok szeretettel, látható, hogy nagyon gyönyörű. Először is a pipettánkkal ebből a képből, ebből a virágból, a pipettánkból kal veszünk egy mintát. Valahol a zöldből, és valahol pedig a pirosból. És akkor van egy ilyen piros színünk és egy zöld színünk. Most ezt itt leviszem, mert ez most majd később kelleni fog. Rányomunk kétszer erre, és hozzáadjuk háromszor az egyéni színekhez, azaz háromszor rákattintunk, hogy hozzáadás az egyéni színekhez. Egy, kettő, három. És hozzá is adta, leokézzük. Aztán ezt itt megcsináljuk ezzel a gombbal. Azt a zöldre állítódott. Kétszer rákattintunk ugyanúgy, és hozzáadjuk megint az egyéni színekhez, de most egyszer. Leokézzük, és most veszünk egy lapot, 900x600-asat, leokézzük, beöntjük a vödrünkkel, valamelyik színnel, én most a pirossal fogunk beönteni. Be is öntöttük, most az következik, hogy ilyen zöld felhőket fogunk rátenni. Azt úgy fogjuk megcsinálni, hogy szűrők, szűrők 8BF, és Murazmeister. És itt a Murazmeisteren belül Cloud. Itt az FG-hez azt a színt kell betenni, amit használtunk háttérnek, azaz ezt a pirosat én. És a BG-hez pedig a zöldet, hogyha például ezt így van, hogy a piros van a háttérben, de hogyha zöld van a háttérben, akkor ide a pirosat kell tenni, úgyhogy tök mindegy. Csak benne legyen mind a kettő. És jól. Oké, ezt így kiválasztottuk, ugye a zöldet is leokézom. Oké, ezt is leokézom. És lett egy ilyen hátterünk. Na, most ezt el fogjuk mosni. Szűrők, tompítás, erősebb elmosással. 40 pixelre elmossuk, és leokézzük. És látható, hogy ez el is mosta nekünk. Most az következik, hogy behozzuk a kokárdánkat, azaz ezt a kokárdát behozzuk. Úgyhogy jobb gomb, másolás, jobb gomb, beillesztés. És behoztuk. Na most a rétegen nyomunk egy jobb gombot, és szabad átalakítás. Az arányt olyan 55-ösre lehozzuk, mert az 50 túl kicsi, és a 60 meg túl nagy, és az 55 jó lesz nekünk szerintem. Leokézom. Igen, ez az 55-ös jó lesz. És ezt így beillesztem ide, megkettőzöm. Lehúzom, ezt is beillesztem. És megkettőzöm, és ezt is lehúzom. Ezt a kicsit följebb fogom húzni ezt az egészet. Oké. Jó lesz, és most azt csináljuk, hogy ezt egyesítjük az előző rétegekkel kétszer, hogy így a három egy rétegen legyen. Ezt megkettőzzük,
és kihúzzuk. És ezt is így beillesztjük szépen, mint az előző volt. Így volt az előző. Na, ezt egyesítjük ezt a kettőt. Úgyhogy ez így, ugye, ez így egy egész elem legyen, és most azt csináljuk, hogy szűrők, itt eltorzítjuk, és ellipszis. Itt ellipszis torzítás lett, és most még annyit kell csinálni, hogy ezt így följebb kéne így húzni, jó. És ez így, ja, tényleg még egy kicsit így. Jó. Kész vagyunk ezzel az egész, ezzel a kokárdás résszel. Most ezt leteszem így kicsibe. És most nem, még a húzárokat nem rakjuk rá. Ezt a virágotra fogjuk rárakni. Azzal a móddal, hogy elkattintunk, fönt, másolás, beillesztés. Ezt kicsit lejjebb visszük, azaz kisebbre tesszük. Szabad átalakítás a rétegen. És az arányát levisszük olyan 70-re. Aztán ezt így beillesztjük valahova. Jaj, tényleg lejjebb. Az fontos, hogy itt lent legyen ennek a rétegje, és ennek fönt. Ez azt eredményezi, hogy így alatta lesz. Így el fogja takarni. Ezt így. Jó lesz. Szerintem ez így jó lesz, szopő. Ezt így megkettőzöm, és ezzel a vízszintes fordítással, meg tükrözéssel megtükrözöm. És így szépen beillesztem. Jó. Hát igazából és be kell árnyékolni, most ezt így egyesítjük mind a... Várjunk. Ezt egyesítjük az előző réteggel, hogy ez így legyen, és ezt beárnyékoljuk, azaz réteg, beállítások, árnyék, és egy chat 2-esre tesszük. Leokvizom, és lett háttere, most ugyanezt megcsinálom ezen is, réteg, beállítások, árnyék, és ezen is 2-esre viszem az árnyékot. Oké, leokézzük, és a hátterünk kész is lesz majd, hogyha egyesítjük ezeket a rétegeket, és a hátterünk kész is lenne. Most következik az, hogy rátesszük ezt a huszárt, ezt a két huszárt, a Petőfi Sándort és egy huszárt, ezt úgy fogjuk megtenni, hogy ezt így fönt jobb gomb, másolás. Most. Oké. Másolás. És beillesztés. Most ezt ki fogjuk nagyítani szabad átalakítással, és az arányát úgy fölvisszuk olyan, nem tudom, olyan. Körülbelül így 135-re.
leokézzük, és ide tesszük a lovat, lentre igazítjuk, hogy itt legyen a lónak a patája. Itt most készen is lennénk ezzel a lépéssel. Ez lesz itt a háttér. Talán én ezt kicsit nagynak tartom, mert ide lehet nem fog ide férni a... nem biztos, hogy ide fog férni az az írás, úgyhogy... Vagy itt lesz... Igen, itt lesz írás. És nem biztos, hogy ide fog férni, úgyhogy én azt csinálom, hogy ezt így lekicsinyítem egy picit. Nem nagyon. Tényleg, még egy nagyon picikét. Hát, még egy nagyon picit. Oké, ez a 99-es jó is lesz. Lehúzom kicsit. És beárnyékoljuk. Réteg, beállítások, árnyék. És kettőre vesszük. Leokézzük, és és ezt egyesítjük az előző réteggel. Most már csak a háttér és az írások vannak hátra. Először is megcsináljuk a hátteret. A keretet, igen, keretet, bocsánat. Ezt az RGB színhatást engedélyezzük. Kép. És külső keret. És ilyen libazöld legyen. És a szélessége 40 legyen. Leokészszük. És ezt a varázspálcával rákoppintunk. És beöntjük. És rákattintunk, hogy minta. Megnyitunk egy mintát. És ez a minta ne legyen más, mint a mi kis zászlónk. Mindjárt megtalálom. Igen, leckés. Igen, itt lesz. Oké. Most beöntöm itt. És ezt kicsit el fogom tompítani. Igen, szűrők. Tompítás, erősebb elmosás, és ezt így nem tudom, olyan 6 pixelre, igen, ezt így 6 pixelre elmosom, leokézom, és most megszüntetem a kijelölést, és beírjunk a szöveget. Beírjuk. Érjen március 15-e. 15. Éljen március 15. Cackampa ne legyen a betűkészlet. A hatásoknál tegyük be az árnyékot. És itt legyen egy ilyen 7-es árnyék. Oké, és betesszük ezt, ugye ugyanúgy elővesszük azt, ami a háttérhez volt, azaz az asztalon, a leckésben, valahol itt volt, igen, és azt a magyar zászlót megnyitjuk, és itt lesz bent. Leokézom. És ide fogom tenni. Jól van. Na. Most ezt egyesítjük az előző réteggel, és most rátesszük a nevet és a
és hogy Bence tutoriál. Feliratot teszünk rá újra. Ezt itt kapcsoljuk ki. És az árnyékot is, vagy az árnyékot azt nem kell, az maradhat így. De nálasz volt egy ilyen, hogy a sugarat azt így csinált, hogy 7-es sugarat is csinált, úgyhogy felirat, és odaírjuk, hogy Bence tutoriál. És le. Leokészuk. És ezt a szöveget itt így lekicsinyítem. Átkonvertáljuk a szöveget két réteggé. És jobb gomb szabad átalakítással lekicsinyítem. Olyan 40 körülire. Jaj, ez így kicsi, akkor nem. Ez így kicsit sok, 55, jó lesz. De okézom, és behúzom ide. Igen, behúzom ezt. Átmegy a másik rétegre, csak annyi a baj. Oké. És beteszem ide. Jó, és még egy szöveget. Ezt így, ja igen, egyesítem. Ezt a feliratot hozzáadom, hogy a nevünket hozzáadjuk. Új. Út Bence István, jó. Itt legyen ugyanúgy a betűti butat kampanya, meg igen, ugyanazok a beállítások legyenek, mint az előzőben. Leokézzük. Átkonvertáljuk ezt is szöveget, de a szöveget képrétegbe. És jobb gomb szabad átalakítás. Ezt is 55-re levisszük. Leokézzük, és beillesztjük. És ezt így egyesítjük az előző réteggel, és kész is lennénk a képünkkel. Gyönyörű lett az eredmény. Itt van az előző, és itt van ez. Nagyon szép lett a képünk. Ha gondoljátok, csináljátok meg ti is, és hát jó munkát kívánok, és sziasztok!